A mai nap arról lesz szó, hogy miként erősíthetjük meg az immunrendszerünket, hogy hatékonyan tudjon küzdeni a vírusokkal szemben. Üdvözöllek, itt Ujjhelyi Szabolcs Zoárd. Szeretném először is tisztázni, hogy ez a videó semmiféle konkrét terápiát nem javasol a jelenlegi járványt okozó vírussal szemben, illetve semmiféle termék értékesítést nem szolgál. Az 1918-19-es spanyolnátha járvány majdnem 100 millió emberrel végzett, nagyobb pusztítást hajtott végre, mint maga az első világháború. A járvány hátterében egyfelől az állt, hogy a katonák a fronton a háború vége felé már nagyon silány minőségű ételeket kaptak, főként konzerveket ettek, tehát a szervezetük nem kapta meg a szükséges mikrotápanyagokat, nem ettek élő ételeket. Másrészt a háború miatt fokozott stressznek voltak kitéve, a stressz pedig az egyik legerősebb immungyengítő. Végül pedig a túlzott aszpirin szedése is rátett a dologra, hiszen akkor még nem tudták, hogy a túlzott aszpirin bevitel mérgező hatású. Az alultápláltság, a stressz, a kevés alvás miatt a szervezetük jobban ki volt téve a vírusok aktivizálódásának, és pontosan ez történt, hazatérve a frontról elterjesztették a lakosság körében az influenza vírust. Az első, a leggyakoribb és legerősebb immungyengítő a stressz és az alvás hiánya, mely utóbbi ugyancsak fokozott stresszhez vezet. Ha meg akarod erősíteni az immunrendszeredet a vírusokkal szemben, a legfontosabb lépés a stressz visszaszorítása, illetve az alvás rendbetétele. Ebben a mostani időszakban a járvány miatt a leggyakoribb stressz okozók a félelem a nem túléléstől, félelem a munkahely elvesztésétől, az aggodalmak, amit az olyan médiából jövő információk táplálnak, mint a nincs megoldás rá, és ott vannak a rengeteg negatív adat, például ennyi meg annyi ember halt meg, fertőződött meg. A stressz, a félelem, az aggodalom fokozzák a kortizol hormon termelődését, azaz fokozott terhet raknak a mellékvességre, ami gyengíti az immunrendszert. A második, talán a legfontosabb mikrotápanyag csoport a vírusokkal szembeni védekezéshez az eszenciális zsírsavak, mint az omega-3 és az omega-6. Miért is fontosak a vírusokkal szembeni védekezésben a zsírsavak? A vírusok a testünkben kizárólag akkor tudnak aktivizálódni, ha behatolnak a sejtjeinkbe, azaz áthatolnak a sejtfalon, mely sejtfal zsírrétegekből áll, azaz a zsírok, a zsírsavak fontos szerepet játszanak a sejtfal működésében. Tehát a vírusokkal szembeni védekezéshez rendkívül fontos az omega-3 pótlás, például halételekkel, illetve omega-3 tartalmú étrendkiegészítőkkel. A harmadik a C-vitamin, mely alatt elsősorban a természetes C-vitamint értem, ami az élő ételekben van, és nem az mesterséges aszkorbinsavat. A magas C-vitamin tartalmú ételek a valódi savanyú káposzta, tehát ami erjesztve van, a bogyós gyümölcsök, zöldszínű zöldségek, a paprika és a csipkebogyó. A C-vitamin stimulálja a fehérvérsejtek termelődését, és sok más ponton erősíti az immunrendszerünket. A negyedik, mely ugyanannyira fontos, mint a C-vitamin, a D-vitamin az immunrendszer legfőbb szabályozója, azaz egyfajta felügyelő szerepe van az immunrendszer felett. A T-sejteket, az immunrendszerünk első számú védőit, a D-vitamin aktiválja, a D-vitamin biztosítja számukra az erőt. A D-vitamin szintet növelni a napfénnyel, a napon való tartózkodáson keresztül tudjuk a legeredményesebben pótolni, ami megint csak szembe megy a jelenlegi állapottal, azaz, hogy maradjunk otthon bezárva házba, lakásba. Az ötödik az a vitamin, melyet elsősorban állati forrásból vihetünk be, például a tőkehalmája, tojássárgája és a valódi vaj tartalmaz sokat belőle. Az a vitamin fontos az egészséges és kiegyensúlyozott nyálkahártya fenntartásához, mely a test elsődleges védelmi határvonala, így például az orr mellékürekeknél, illetve az A-vitamin szükséges a falósejtek és a T, illetve B limfociták aktiválásához is. Az A-vitaminról készítettem korábban egy videót, abban több információt is találsz. A hatodik a cink, az egyik legfontosabb nyomelem a vírusokkal szembeni védekezéshez, alapvető nyomelem például az új sejtek előállításához. Ugye amikor a vírusok megfertőzik a sejteket, az adott sejtek elpusztulnak, tehát új sejtek előállítására van szükség, ami az a cink kulcsfontosságú összetevő.
A cink segítségével a testünk gátolni tudja egyes vírusok működését is, főként a megfázással összefüggőeket, illetve az orrnyálkahártyát érintőket. Az alacsony cink szint egyik legbiztosabb jele a szaglás hiánya, tehát amikor nem érzed az illatokat, a szagokat. A hetedik a fekete bodz, amelynek vírusellenes hatékonyságát számos kutatás igazolta. A fekete bodzát szirup vagy kapszulázott étrendkiegészítő formájában tudjuk bevinni, és több módon is támogatja a vírusokkal szembeni küzdelmet. Javít a vírusok elleni immunválaszokon, azáltal, hogy növeli a citokinek számát, illetve tartalmaz egy hemaglutin nevű proteint, mely gátolja a vírusokat abban, hogy behatoljanak a sejtjeinkbe, azaz, hogy szaporodni tudjanak. A nyolcadik az ezüst kolloid, mely képes több száz kórokozónak az elpusztítására, elsősorban azáltal, hogy beleavatkozik azon enzimek működésébe, melyek a vírusok, baktériumok és gombák oxigénellátását biztosítják, más szóval elfojtja őket. Az ezüst kolloidot érdemes a szájban tartani pár percig, mielőtt lenyeljük, illetve orrba is fújhatjuk. A következő hatékony immunerősítő a friss, tiszta mépenpő, mely javít az immunválaszokon, serkenti az immunsejtek termelődését, illetve fokozza a szervezetünk antibakteriális aktivitását. A mépenpő csökkenti a fáradtságérzetet, megemeli a vörös vérsejtek számát, serkenti a vérkeringést és a T-sejtek termelődését is. A mépenpő tele van bioaktív tápanyagokkal, melyek hatékonyabban épülnek be a testünkbe, mint a mesterséges készítményekben lévő szintetikus összetevők, tehát mindenképpen előnyösebb. A tizedik az olajfa levelei kivonata, amely kifejezetten hatékonynak bizonyult több kutatásban is a tüdőt érintő vírusos és bakteriális fertőzésekkel szemben. Ugye ez a jelenlegi vírus elsősorban a tüdő sejtjeit támadja meg. Az olajfa levél stimulálja a fagocitózist, illetve gátolja a baktériumokat és vírusokat a szaporodásban. A 11. és egyben utolsó a mikroalgák, a spirulina, a klorella, a kelp. A mikroalgák földünk legrégebbi élőlényei és egyben a legmagasabb tápértékkel bíró eledelek, melyek elsősorban abban segítenek, hogy csökkentsük a táplálkozási hiányosságainkat, erről az elején szó volt. Ugye a spanyol nátha esetében is a legfőbb probléma az volt, hogy a katonák alultápláltak voltak. Az idős emberek esetében is az egyik legnagyobb probléma az alultápláltság. A mikroalgákból az emésztőrendszerünk sokkal nagyobb hatásfokkal nyeri ki a vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, zsírsavakat, polifenolokat, mint a mesterséges készítményekből, azaz lényegesen jobb a hasznosulásuk a szervezetünkben. Illetve például a kelp alga a legjobb természetes jódforrás, ami kulcsfontosságú a pajzsmirigyünk hatékony működéséhez. Hazánkban szinte mindenki jót hiányos, így az algák pótlása 10-ből 9 embernek biztosan javítani tud a védekező erején. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokban, hogy mások is tudjanak róla. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!